Önni a szó, Dúró Dóra képviselőasszony. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, kutyaürülék, guminő, öncélú válogatott trágárságok, obszén szexualitást kifejező mondatok szerepelnek a kormány által Magyarország babérkoszorúja díjjal kitüntetett Farkas Velman Endre munkásságában. Most március 15-én kapta meg ezt a kitüntetést, aki egyébként havi rendszeres juttatást is kap a magyar adófizetők pénzéből, ugyanis Térei ösztöndíjas is. Érdekesség, hogy a Térei ösztöndíjat a Petőfi Irodalmi Múzeummal kötött szerződés alapján kapja meg, amelynek a vezetője Demeter Szilárd és Farkas Velman Endre, hogy nem az ő apósa, tehát miközben havi rendszeres összeggel jutalmazza az apósát, aközben Magyarországon a kulturális dolgozók közül még a diplomások is gyakran csak a garantált bérminimumot keresik, és menekülnek ebből az ágazatból. Hogyha önök, tisztelt magyar kormány és államtitkár asszony, állami kitüntetésre érdemesnek tartották ezt a munkásságot, akkor én arra kérem önt, hogy itt a parlament nyilvánossága előtt olvasson fel részleteket Farkas Velman Endre tevékenységéből. Hoztam három verset is, amelyekben megjelöltem különböző részleteket, és ha önök úgy gondolják, hogy ez az ember rendszeres támogatásra is érdemes, illetve állami kitüntetést is kell, hogy kapjon, akkor nyilvánvalóan értéknek tartják azt, amit ő előállított. Így bízom benne, hogy államtitkár asszony, vagy hát nem bízom benne, de úgy gondolom, hogy államtitkár asszonytól az a következetes magatartása, fel is olvassa itt a nyilvánosság előtt ezeket a verseket. A kérdésem pedig az lenne, hogy mikor hagynak fel azzal a kultúrpolitikában, hogy undorító liberális termékeket finanszírozzanak. Várom érdemi válaszát. Köszönöm szépen, Dúró Dóra, alelnök asszony, képviselő asszony. A válaszadásra megadom a szót Vitályos Eszter államtitkár asszonynak. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő asszony. Szeretném arról tájékoztatni, hogy nem egy miniszter dönt az állami kitüntetésekről. Van egy elég komoly eljárás az esetben, hogy kik azok, akik egyáltalán méltóak, és kik azok, akik szóba kerülhetnek egy-egy nemzeti ünnep alkalmával, mint kitüntetett személyek. Az említett úrral kapcsolatban hadd olvassak fel röviden az életpályáját. Farkas Velman Endre, romániai magyar költő, aki Marosvásárhelyen született 1975. május 22-én, érettségizett 1993-ben a Székelyudvarhelyi Tamási Áron gimnáziumban, ahol az Ébredés című diáklap főszerkesztője volt. 1990 és 93 között majd ugyanitt megalapította 96 és 98 között működő Alter Ego irodalmi kört és folyóiratot. 1998. júniusában elvégezte a Nagyváradi Ady Endre sajtókollégium újságírói szakát, majd 2007-ben a Babes-Bolyai Tudományegyetem magyar néprajz szakán szerzett tanári oklevelet. Magiszteri tanulmányait a Kolozsvári Egyetem szociológiai karán végezte, komplex kultúrakutatás szakon 2008-ban. Már gyerekkorától fogva érdekelte Szőcs Géza munkássága, egy egyetemi diplomadolgozatát az ő verseiből írta, magiszteri disszertációjában közéleti politikai karrierjével foglalkozott, ezeket alapul véve 2009-ben pedig, amikor Fordul az ezred címmel jelent meg kettejük közös kötete, ami egy írói politikai pálya 90-es évekbeli kor dokumentuma. 1990 óta több magyar nyelvű sajtóorgánum munkatársa és közreműködője volt. A Látó, a Helikon, az Előretolt Helyőrség, az Irodalom Visszavág, Alter Ego, Ébredés, Fiatal Fórum, Erdélyi Napló és a Sort folytathatnám. 1998-ban a Nagyváradi Erdélyi Napló hetilapnál, 2000-ben pedig a Kriterion könyvkiadónál dolgozott szerkesztőként. Elképzelhető esetleg, képviselő asszony, hogy ezek azok a dolgok az életéből, amelyeket értékelve úgy döntött a bizottság, hogy érdemes a babérkoszorú díjra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszterhelyettes államtitkár asszony. Viszont válasz illeti meg alelnök asszonyt.
Köszönöm, elnök úr, tehát akkor rögzítsük, hogy államtitkár asszony nem olvasott fel ezekből a versekből az országgyűlés nyilvánossága előtt, aminek rendkívüli mértékben örülök, mert ez a szent hely, ez sokkal többet érdemel annál, mint hogy ezeket az obszén önszélú trágárságokat ismertessük, csak azért, hogy érzékeltessük az adófizetőket, hogy mire megy el az ő pénzük, milyen művészetet támogat a kormány, én most cenzúrázva ismertetnék néhány sort ebből a munkásságból. Idézem, az önök által kitüntetett embernek az egyik művét. A reményt, amellyel végül kitöröltem a és aztán falhoz azt, és úgy éreztem egy rökke pillanatra, hogy átvertél, mint a kiskamaszt. Az sem zavarja önöket, államtitkár asszony, hogy az ilyen trágárságokkal tartalmazó versében egyébként az Istent is szájára veszi, és gyakorlatilag káromolja őt. Mikor hagynak fel azzal, hogy liberálisokat finanszíroznak a kultúrpolitikában, és mikor jön el végre a valódi nemzeti fordulat ezen a területen? Köszönöm szépen, alelnök asszony. Megadom a szót, viszont válaszol a Vitályos Eszter államtitkáról. Köszönöm szépen a válaszadás jogát, elnök úr. Tisztelt képviselő asszony, nem kívánom kommentálni az ön által felolvasott részeket. A művészet szabad, és még egyszer mondom, szakmai bizottság dönt arról, hogy kik kapják meg az adott évben a művészeti és egyéb szakmai díjakat. Javaslom, forduljon a kérdésével hozzájuk. Köszönöm szépen.